Ketten meghaltak és több tucatnyian megsebesültek, amikor kisiklott egy gyors vonat Portugáliában. A járaton több mint 200-an utaztak, a mentésben még ennél is többen vettek részt. A nagysebességű szerelvény mintegy 200 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, amikor beleszaladt egy karbantartó kocsiba. Azt egyelőre nem tudni, hogy a jelzőlámpák működtek-e. A baleset körülményeit még vizsgálják. A felismerhetetlenségig összeroncsolódott a portugál villanymozdony. Az Alfa Pendular 190 km-es óránkénti sebességgel haladt, amikor pénteken délután belecsapódott a karbantartó kocsiba. A mozdonyvezető próbálta megállítani a nagysebességű szerelvényt, a katasztrófa azonban elkerülhetetlen volt. A láncív karbantartó kocsin utazó két szakember az ütközés pillanatában szörnyet halt, a 212 utas azonban túlélte a balesetet. Egy szemtanú később elmondta, a fékezés erejétől a személykocsiban minden a levegőbe repült. Éppen aludtunk a nagyszüleimmel, amikor a vonat hirtelen fékezni kezdett. Én a szemközti ülésbe zuhantam, mindenfelé asztalok és táskák repkedtek, mesélte egy fiatal szemtanú, majd hozzátette, miután megálltak, ők maguk törték ki a vonat ablakait, mert alig kaptak levegőt. A mentési munkálatokban 225-en vettek részt, 85 mentő és tűzoltó autóval és két mentő helikopterrel. A helyszínen kialakítottak egy átmeneti kórházat, ahol a legsúlyosabb sebesülteket látták el. A polgári védelem századosa elmondta, hatan, köztük a mozdonyvezető, súlyosan megsérültek, 20 könnyebb sebesüléseket szenvedtek. A helyszínre sietett Portugália infrastruktúráért felelős minisztere és felállított egy vizsgálócsoportot a szerencsétlenség körülményeinek felderítésére. Az ugyanis rejtély, hogy működtek-e a jelzőlámpák a katasztrófa pillanatában, s amennyiben igen, a vasútvezető miért nem látta őket. A tárcavezető mindazonáltal sietett leszögezni, a vasúti közlekedés továbbra is a legbiztonságosabb. Az Alfa Pendular villanymozdonya, a vasúti infrastruktúra és a jelzőrendszer mind a legmodernebb technológiát képviselik. A vasút továbbra is az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma, de amint azt tudják, balesetek bármikor bekövetkezhetnek. Vizsgálatot indítottunk, hogy kiderítsük a szerencsétlenség okait, jelentette ki a tárcavezető. Portugália elnöke is megszólalt, szerinte szerencsés, hogy ilyen kevesen sebesültek meg. Gyászolom a holtakat, és együttérzek családtagjaikkal, a sebesültekkel és minden áldozattal. Szerencsére kevesen sérültek meg, ahhoz képest, hogy milyen sokan utaztak a vonaton, fogalmazott az államfő. Az Alfa Pendular Portugália leggyorsabb villanymozdonya, akár 220 kilométeres óránkénti sebességet is képes elérni. Gyors összeköttetést biztosít az ibériai ország összes nagyobb városa közt, évente több mint 2 millióan váltanak rá jegyet.